December 28-án lép pályára újra a csapat, ez lesz a következő mérkőzés itt a két ünnep között. Hogyan készültek és mit vársz a mérkőzéstől? Az elmúlt négy hetünk nagyon tömör volt, tömény. Nagyon sokat edzettünk, úgyhogy korábban is mondtam, azokat a kondicionális képességbeli deficiteket, amik teremtődtek nekünk az ősz végén, azokat pótolnunk kellett. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztek a lányok, nem csak mennyiségben, hanem minőségben is. És újra elkezdődnek a bajnoki küzdelmek, alig vártuk, hogy újra pályára lépjünk. És az esélyesség terhe nem nyom minket, tehát azért Moson-Magyaróváros, tudjuk, hogy a tavalyi bronzérmeshez utazunk, ráadásul hazai pályán, mondom, az egyik legfantasztikusabb atmoszférája van a Moson-Magyaróvári csapatnak, de nem is feltett kézzel utazunk, saját játékunkat majd próbáljuk játszani és megnehezíteni a tavalyi bronzérmes dolgát, és építkezzünk tovább.